hideg volt az arcbőre a szám alatt, mint a jég. Felemelte a két kezét, megfogta a fejemet, és erősen szájon csókolt. Az ajka is jég hideg volt. Kimentem az ajtón, az hangtalanul becsukódott mögöttem, s az eső bevágott az eresz alá, de az sem volt olyan jeges, mint az ő ajkai. Xxx. A garázs sötéten állt a szomszédban. Keresztül vágtam a kocsi felhajtón és egy ázott gyepsávon. Az úton apró, keskeny patakokban csordogált a víz. A másik oldalon húzódó árokba folyt bele. Kalap nem volt rajtam. Valószínűleg a garázsban esett le. Kanino nem vette magának a fáradtságot, hogy visszaadja. Nem gondolta, hogy szükségem lesz még rá valaha. Elképzeltem, ahogy derűsen hajt visszafelé az esőben, egyedül, miután az ösztövér és mogorva artott, a minden valószínűség szerint lopott autóval együtt biztos helyen hagyta. A nő szerette Eddie -e Marsot, és azért zárkózott be, hogy őt védje. Kanino tehát számíthat rá, hogy ott fogja találni, amikor visszajön, csendesen ül majd a lámpa és az érintetlen itala mellett, én meg ott fekszem összekötözve a díványon. A nő holmiát majd kihordja a kocsiba, gondosan átvizsgálja a házat, hogy megbizonyosodjék, nem maradt utánuk semmi terhelő bizonyíték. Akkor majd megmondja neki, hogy menjen ki, és várjon rá. A nő nem fog lövést hallani. Ilyen közelből az olmosbot is épp oly hatásos szerszám. A nőnek majd azt mondja, hogy ott hagyott engem megkötözve, s hogy egy idő után majd szabadon enged valaki. Ilyen ostobának gondolja az asszonyt. Derék emer, kanino. Az esőkabátom elől nyitva volt, s nem tudtam begombolni az összebilincselt kezemmel. Úgy verdeste két a lábamat, mint egy nagy és fáradt madár a szárnyaival. Kimentem az ország újra. Kocsik húztak el, s reflektoraik megvilágították a kavargó esőt. A kerekek súrogó zaja gyorsan halt el a távolban. Megtaláltam a kocsimat, ott, ahol hagytam, mindkét kerekét rendbe hozták, és felszerelték, hogy szükség esetén el lehessen vezetni. Gondoltak mindenre. Beszálltam, lehajoltam a kormánykerék alatt oldalt, és félrekotortam a titkos sebet takaró bőrlapot. Kivettem a másik revolvert, bedugtam a kabátom alá és visszaindultam. Szűk, zárt és fekete volt a világ egy külön két személyes világ, csak kanino és az én használatomra. Félúton voltam a ház felé, amikor csak nem elkapott a reflektorok fénye. Hirtelen fordult le az országútról, le kellett csúsznom a vizesárokba, ott meglapultam, s levegő helyett is vizet leheltem be. Az autó lassítás nélkül zúgott el mellettem. Felemeltem a fejemet, hallottam a kerekei surogását, ahogy letér az útról, és ráfordul a kocsi behajtó homokjára. Elhallgatott a motor hangja, kialudtak a lámpái, egy ajtó csapódott. A ház ajtajának csukódását nem hallottam, de a fák csoportján átszűrődve fényfoszlány villant, mintha árnyék mozdult volna el egy ablakon, vagy fényt gyújtottak volna a halban. Visszatértem az ázott gyepágyhoz, és átgázoltam rajta. A kocsi ott állt a ház, és én közöttem, a revolveremet előre tartottam az oldalam mellett, amennyire lehetett, anélkül, hogy tövestül csavarnám ki a balkaromat. A kocsi sötét volt, üres és meleg. A hűtőben lágyan bugyborékolt a víz. Belestem az ajtón. A kulcsok ott fügtek a szerelvényfalon. Fölöttébb biztos volt magában ez a kanino. Megkerültem a kocsit, óvatosan átvágtam a kavicsos úton az ablakhoz és hallgatóztam. Nem hallottam hangot, semmi ezt, csak az esőcseppek szapora pergését a csatornák alján a fémkönyökben. Tovább hallgatóztam. Nem hallatszott ki a bálás, minden csöndes maradt és előkelő. Most ott dorombol az asszony fülébe, ő pedig elmondja, hogy elengedett, és én megígértem, hogy hagyok nekik annyi időt, amíg odébbálhatnak. Kanino nem fog hinni nekem, mint ahogy én sem hinnék ő neki. Így hát nem maradt sokáig odabent. Elindul, és magával viszi az asszonyt is. Egyéb dolgom sem volt, mint hogy megvárjam, amíg kilép. Nem tudtam megtenni. A revolvert átcsúsztattam a bal kezembe, s lehajoltam, hogy fölszedjek egy marék kavicsot. Megdobtam bele az ablak fatábláját. Erőtlen dobás volt. Nagyon kevés kövecske ért el az üvegig a fatábla fölött, de annak a kevésnek a halk zörgetése úgy dübörgött a csendben, mint a gátszakadás. Visszaszaladtam a kocsihoz, és lekuporodtam mögé a sárhányóra. A ház addigra elsötétedett. Ez volt minden. Csöndesen kuporogtam a sárhányon és vártam. Kár a gőzért. Dörzsöltebb, fiú annál kanino. Felegyenesedtem, beültem háttal a kocsiba, kitapogattam a gyújtás kulcsot és elfordítottam. Előre nyúltam a lábammal, ám az indítógomb nyilván a szerelvényfalon volt. Végre megtaláltam, meghúztam és gáztattam. A még meleg motor azonnal beindult. Halkan, elégedetten dorombolt. Ismét kiszálltam a kocsiból, és lekuporodtam a hátsó kerekek mögé. Most diderektem, de tudtam, hogy ez az utolsó hanghatás nem lesz ínyére kaninónak. Fenemót szüksége volt erre az autóra. Lassan lejjebb ereszkedett az egyik sötét ablak, csak az üvegén halványan játszó, kevés fény mutatta, hogy megmozdul. Hirtelen láng csapott ki belőle, s három gyors lövés összeolvadó robaja hallatszott fel. A kupé szélvédő üvege megcsörrent. Halára sebzetten kiáltottam fel. A kiáltás kínos hörgésbe csapott át. A hörgés nedves, bugyborékoló hangba torkollott, melyet azután elfojtott a vér. Aztán lassan, vérfagyasztóan elhalt ez a fuldokló lihegésem is. Szép munka volt. Élveztem. Kanino is kimondottan élvezte. Hallottam a nevetését. Hosszú, morajló nevetés volt, semmiben nem hasonlított a dörömbölő beszéd hangjára. Egy kis ideig azután csönd következett, csak az eső pergett, s a kocsi motorja lüktetett csendesen. Majd kinyílt a ház kapuja, egy darab még mélyebb sötétség a sötét éjszakában. Felbukkant benne óvatosan egy alak, valami fehérrel a nyaka körül. Az asszony gallérja volt az. Mereven lépett ki a tornácra, mint valami fabábú, hajának ezüst tolla sápadtan megvillant. Kanino mögéje kuporodva hatolt előre módszeresen. Olyan könnyű rtl logikája volt az egésznek, hogy szinte humorosnak éreztem. Az asszony lejött a lépcsőn. Most már láttam merev, fehér arcát is. Elindult a kocsi felé. Mozgó sánc kaninónak, arra az esetre, ha lenne még erőm a szeme közé prüszkölni. Női hang csendült fel a neszező esőben, s halkan, fakon mondta. Nem látok semmit, les. Párásak az ablakok. A férfi mormolt valamit, s az asszony teste erősen megrándult, mintha a bordái közébökött volna revolverrel. Tovább jött előre, és közelebb ért a sötét autóhoz. Most már láttam mögötte kaninót, a kalapját, a fél arcát, a válladomborulatát. Az asszony egyszerre megtorpant és felsikoltott. Gyönyörű, vékony, idegtépő sikoltás volt, engem úgy ért, mint egy balhorog. Látom? Sikoltotta. Az ablakon át. A volán mögött les. Bedőlt neki, mint egy korhatkert ajtó. Durván ellökte a lányt, felkapva a kezét. Ismét három kicsapó láng vágta ketté az éjszakát. Megint csörömpölt az üveg. Az egyik golyó átment a kocsin, és a mellettem álló fát találta. A golyó gellert kapott, siajdulva csapódott félre. A motor azonban csendesen duruzolt tovább. Most mélyen lehajolt, ott guggolt a sötét háttérben, s alaktalan, szürke folt volt az arca, mely csak fokozatosan rajzolódott ki a lövés vakító fénye után. Ha forgópisztolya van, gondoltam, az lehet, hogy üres, lehet, hogy nem. Hatszor tüzelt, de megtörténhet, hogy újra töltött a házban. Reméltem, hogy így történt. Nem akartam, hogy üres fegyverrel álljon szemben velem. De az is lehet, gondoltam, hogy automata pisztolya van. Elkészült? Kérdeztem. Megpördült maga körül, én felém. Talán szép dolog lett volna módot adni neki még egy vagy két lövésre, úgy tenni, mint egy úriember a régi iskolából. Ő azonban még mindig felfelé tartotta a fegyverét, így nem várhattam tovább. Semmiképp sem várhattam annyi ideig, mint egy úriember tette volna a régi iskolából. A bordáimhoz szorítva a coltot, négyszer lőttem. A fegyvere elrepült, mintha kirúgták volna a kezéből. Mindkét kezével a gyomrához kapott. Hallottam csattanásukat a testén így esett el, előre zuhanva, két lapát kezével próbálta együtt tartani magát. Arccal a nedves kavicsokra dőlt. Azután már néma volt. Néma maradt ezüsttól is. Mereven állt, örvény lett körülötte az eső. Megkerültem kaninót, és egészen értelmetlenül belerúgtam a fegyverébe. Majd utána mentem, lehajoltam és felemeltem. Így melléje kerültem. Bágyattan szólalt meg, mintha önmagához beszélne. Féltem, féltem, hogy maga visszajön. Találkozónk volt, egymással válaszoltam. Mondtam magának, hogy minden meg van rendezve előre, s nevetni kezdtem, mint egy elmebeteg. Később ő hajolt a test fölé, s matatott rajta. Egy kis idő múltán pedig felállt, és vékony láncon függő, kis kulcsot tartott a kezében. Nem volt más megoldás, meg kellett ölnie. Kérdezte keserűen. Épp olyan hirtelen hagytam abba a nevetést, mint ahogy elkezdtem. A hátam mögé lépett, és kinyitotta a bilincset a kulcsal. Nem mondtam halkan. Azt hiszem, nem volt. XXX. Új napra virratt, s ismét sütött a nap az égen. Gregory százados az eltűnt személyek osztályán komoran nézett ki irodája ablakán az ügyészség épületének kopár tetejére, melyet fehérre és tisztára mosott az eső. Majd lomhán oldalt fordult a forgószékében, összeégett hüvelykujjával lenyomkodta a pipáját, és ridegen rám nézett. Szóval ismét benne van a kutyaszorítóban. Ó, tehát már hallott róla. Barátom, én egész állónap itt ülök a fenekemen, és nem keltek olyan benyomást, mint akinek agyvelő is van a fejében. De nagyon meglepődne, ha egyszer elsorolnám, hogy mi mindenről hallok én. Hogy azt a kaninót lelőtte, az rendjén van, azt hiszem, bár a gyilkossági osztályon nyilván nem kapott érte érdemrendet a nyakába. Rengeteget öltek körülöttem, feleltem. Hátra volt még, hogy én is kivegyem belőle a részemet türelmesen mosolygott. Kimondta el magának, hogy az a nő odakint Eddie Mars felesége. Megmondtam. Gondosan végighallgatott, ásított egyet. Aranyfogakkal behintett szájához emelte a tenyerét, akkora volt, mint egy szenes lapát. Magának nyilván az a véleménye, hogy őt nekem kellett volna megtalálnom. A feltevés magától adódik. Talán tudtam róla. Talán azt gondoltam, hogy ha Eddie és a felesége egy ilyen stiklire készül, bölcs dolog lenne, már amennyi bölcsesség egyáltalán kitelik tőlem, ha elhitetem belük, hogy sikerülhet a játszmájuk. Elképzelhető az is, hogy maga úgy gondolja, személyesebb jellegű indítékaim voltak rá, hogy Eddie én ne háborgassam. Előre nyújtotta lapát kezét, és hüvelykujját összedörzsölte a mutató és középső ujjával. Nem feleltem ezt valóban nem gondoltam. Még akkor sem, amikor Eddie szemmel láthatóan mindent tudott a kettőnk minap lezajlott beszélgetéséről. Felvonta a szemöldökét, mintha ez erőfeszítésébe kerülne, de már nem ment a trükk, kijött a gyakorlatból. A ráncok egész homlokát behálózták, s ahogy újra kisimult, tele volt fehér vonalakkal, amelyekbe fokozatosan, szemem láttára tért vissza a szín. Zsaru vagyok, mondta, Egyszerű, közönséges zsaru. Tisztességes, a lehetőségekhez mérten. Tisztességes, amennyire csak el lehet ezt várni valakitől egy olyan világban, ahol ez divatja múlt tulajdonságnak számít. Főleg ezért kértem, hogy jöjjön el hozzám ma reggel. Szeretném, ha hinne nekem. Zsaru vagyok, és ezért szívesen látom, ha a törvény kerekedik felül. Szeretném azt látni egyszer, hogy az Eddie Marsféle, jól öltözött jampeceknek a folsomi kőbányában megy tönkre a manikűrje, ha oda kerülnének ők is, nem csak azok a nyomor negyedekből felmerülő, szánalmas kis apacsok, akiknek az első húzásnál a körmükre koppintottak, s azóta sem volt még egy sanszuk. Ezt szeretném. Egyikünk sem gyerek már, s egyikünk sem hiszi, hogy ezt valaha megérem. Ebben a városban vagy bármelyik, akár félekkora városban, szerte e széles, virágzó, gyönyörű usában. Hiába, ez az ország nem erre van berendezkedve. Nem szóltam semmit. Fejét hátrévetve kifújta a füstöt, s a pipája szopókájára pillantva folytatta. Mindez még nem jelenti, hogy azt hinném, eddie mars tette el láb alól regant, hogy erre bármi oka volt, vagy hogyha oka van rá, megtette volna azt hittem csak, tud valamit a dologról, és előbb vagy utóbb ez a valami napvilágra is kerül. Az, hogy a feleségét eldugja realitóban, gyerekes ötlet volt, de épp olyan módon gyerekes, ahogy egy ilyen intellektuális majomtól várhatja az ember. Itt ült előttem az éjjel, miután a kerületi ügyész végzett vele. Beismert mindent. Azt mondta, megbízható testőrként ismerte Kaninót, s ezért is tartotta. A hobbiairól nem tudott, nem is akart tudni. Nem ismerte Harry Januszt. Nem ismerte Joe Geiger természetesen ismerte, de azt állítja, hogy az üzleteiről sem tudott semmit. Felteszem, hogy mindezt maga is hallotta. Igen. Okosan játszotta meg odalentreállítóban, öregem. Nem próbált eltitkolni semmit. Manapság nyilván tartjuk a meghatározatlan eredetű pisztolygolyókat. Egy szép napon ismét használta volna ezt a fegyvert. Akkor könnyen csávába kerül. Okosan játszottam, megválaszoltam üres vigyorral. Kivette a szájából a pipát, és tűnődve nézegette. Mi lett a nővel? Kérdezte, s nem nézett fel. Nem tudom. Nem tartották benn. Vallomást tettünk három ízben, egyszer védenak, egyszer a serif hivatalának, egyszer a gyilkossági osztálynak. Őt szabadon engedték. Azóta nem láttam. Nem is hiszem, hogy valaha látom még. Rendes nő, azt mondják. Nem olyan, aki piszkos dolgokra lenne képes. Rendes nő, mondtam én. Gregory százados felsóhajtott, és beletúrt egész szürke hajába. Még csak egyet mondta csak nem bájosan. Maga rendes fickónak látszik, de a módszerei túl gorombák. Ha csak ugyan segíteni akar a Sternwood családon, a legjobb, ha békén hagyja őket. Azt hiszem, százados úr, igaza van. Hogy érzi magát? Pompásan feleltem. Az éjszaka nagyobbik részét különféle helyiségek szőnyegein ácsorogva töltöttem, miközben különféle hatóságok ordítoztak rám annak előtte bőrig áztam, és megvertek. Jobb már nem is lehetne a közérzetem. Mi a fenét várt, öregem? Semmi egyebet. Felálltam, rámosolyogtam, és az ajtó felé indultam. Amikor már majdnem odaértem, megköszörülte a torkát, s hirtelen, érdes hangon azt kérdezte. Falra hányt borsó, amit beszélek. Maga még mindig azt hiszi, hogy meg tudja találni regant. Visszafordultam, és a szemébe néztem. Nem, nem hiszem, hogy meg tudom találni. Nem is fogom megpróbálni. Megfelel ez így? Lassan bólintott. Aztán vállat vont. Nem tudom, mi a fenének mondtam el ennyit is. Sok szerencsét, Marlove! Nézzem be hozzám, ha erre jár. Köszönöm, százados. Lementem, kiléptem a városházáról, kivettem a kocsimat a parkolóhelyről, és hazavezettem a Hobertamshoz. Otthon levettem a kabátomat, végigfeküdtem az ágyon, bámultam a mennyezetet, az utca zajait hallgattam, és néztem, ahogy a napfény lassan keresztül cammog a mennyezet sarkán. Próbáltam elaludni, de nem jött álom a szememre. Felkeltem, és ittam egyet, bár az időpont nem volt a legalkalmasabb erre, majd ismét visszafeküdtem. Most sem tudtam elaludni. Az agyam tiktakolt, mint egy falióra. Felültem az ágy szélén, megtömtem a pipámat, és hangosan azt mondtam. Tud valamit a vén csirkefogó. A pipám íze keserű volt, mint az epe. Félretettem, és visszafeküdtem az ágyba. A fejemben hamis emlékek hullámai kergették egymást, képek, melyekben újra meg újra ugyanazt csináltam, ugyanazokon a helyeken jártam, ugyanazokkal az emberekkel találkoztam, ugyanazokat a szavakat mondtam, s mégis mindannyiszor valóságnak tetszett minden, mintha csak ugyanép akkor történnék, méghozzá első ízben. Vadul hajtottam az országúton, az esőben, ezüstól a kocsi sarkában ült, s végig nem szólt egy szót sem, úgy, hogy mire elértük Los Angeles-t, mintha már ismét tökéletesen idegenek lettünk volna egymásnak. Egy egész éjjel nyitva tartó druktornál szálltam ki, s hívtam fel Berni Olszt azzal, hogy realitóban megöltem egy embert, s most útban vagyok Weild lakása felé Eddie Mars feleségével, aki szemtanúja volt ennek. Keresztül hajtottam a lefiet park csendes, esőtől csillogó utcáin, beálltam egy nagy, gerendavázas házának kocsi bejárója alá, s ott a tornácon már égett a villany, mert ős előre telefonált, hogy jövök. Ott álltam vegy dolgozó szobájában, ő pedig az íróasztala mögött ült virágos házi kabátban, feszes, kemény arckifejezéssel, egy pettyes szivart forgatott az ujjai között, s keserű mosoly ült az ajkán. Jött ols meg egy vékony, szürke, tudószerű ember a serif hivatalától, aki külsejében és beszédében jobban emlékeztetett a közgazdaságtan professzorára, mint Hekusra. Mondtam a történetemet, ők nyugodtan végighallgatták, ezüstól a homályban ült, kezét összefonta az ölében, s nem nézett senkire. Hosszan telefonáltak ide-oda. A két ember a gyilkossági osztályról néztek rám, mintha valami különleges vadállat volnék, aki megszökött a vándorcirkuszból. A kocsimban ültem ismét, egyikük mellettem, s a Fulvider Buildinghez tartottunk. Ott álltunk a szobában, ahol Harry Jones még mindig az íróasztal mögötti székben ült, akkor az ő halott arcának kifacsarodott merevséges a szoba savanykás édes szaga aztán egy rendőrorvos, nagyon fiatal és nagy darab, vörös borostával a nyakán. Egy új lenyomat szakértő is babrált a szobában, és én szóltam neki, hogy ne feledkezzem meg a szellőző ablak kilincséről. Ott találta meg Kanino hüvelykujjának lenyomatát, az egyetlen új lenyomatot, amit a barna ember történetem igazolására hátrahagyott. Újra Wild lakása, aláírtam egy gépelt vallomást, amit a titkárnője kopogott le közben a másik szobában. Aztán nyílt az ajtó, belépett Eddie Mars, és ahogy meglátta ezüst tollat, egyszerre széles mosolyra húzódott az arca, és azt mondta, helló, édes, s az asszony nem nézett rá, nem is felelt. Eddie Mars friss volt és derűs, sötét, hétköznapi öltönyben, stvit felöltőjéből rojtos, fehér sálkandikált elő. Azután elmentek, mindenki kiment a szobából, csak én maradtam ott meg Wild, és Wild azt mondta rideg, dühös hangon, ez volt az utolsó eset, marlove. Még egy ilyen vad história, és oda dobom az oroszlánoknak, nem fogok törődni vele, ha darabokra szaggatják. Ez pergett előttem újra meg újra, miközben feküdtem az ágyon, és néztem a napfény folytját, ahogy lekúszik a fal aztán megcsörrent a telefon, s jelentkezett Norris, a Sternbudik komornyikja, a maga szokásos, megközelíthetetlen hangján. MR. marlove? Sikertelenül hívtam az irodáját, így bátorkodtam megpróbálni, hogy otthon elérjem. Az éjszaka nagy részét távol töltöttem, válaszoltam. Nem voltam itthon. Igen, értem. A tábornok úr szeretne beszélni önnel ma délelőtt, emer, marlove, ha megfelel az időpont. Úgy egy fél óra múlva, mondtam. Hogy van a tábornok úr? Ágyban fekszik, de nem érzi rosszul magát. Várjon csak, amíg engem meglát, sletettem a kagylót. Megborotválkoztam, átöltöztem, és elindultam az ajtó felé. Megfordultam, elővettem Kármen kis, gyöngyházmarkolatú revolverét és zsebre vágtam. Táncoló napfény ragyogott odakint. Húsz perc alatt elértem sternvudék házához, s felhajtottam a boltív alatt az oldalsó ajtóhoz. 11.15 mutatott az óra. A madarak bolondul csiripeltek a díszfákon az eső után, a gyepes teraszok zöldek voltak, mint az ír nemzeti lobogó, az egész birtok úgy festett, mintha tíz perccel az előtt készültek volna el az építkezéssel. Csöngettem, öt nappal az előtt érintettem meg először ezt a csengőt. Mintha egy éve lett volna. Egy szobalány nyitott ajtót, bevezetett az oldalfolyosón át a középső csarnokba, és ott hagyott azzal, hogy MR Norris egy percen belül jönni fog. Az előcsarnok mit sem változott. A párkány fölötti arckép éppoly izzó, fekete tekintettel nézett, és a mozaikablakon látható lovagnak még mindig nem koronázta siker a béli igyekezetét, hogy a fához kötözött, mesztelen hajadont megszabadítsa. Néhány perc múlva megjelent Norris, nem változott ő sem. Savókék tekintete olyan távolba vesző volt, mint mindig, szürkés rózsaszín bőre egészséges és pihent, s úgy mozgott, mintha húsz évvel fiatalabb volna, mint a valóságban. Kettőnk közül én éreztem az évek súlyát. Felmentünk a csempézet lépcsőn, s befordultunk a Vivianéval szemközt nyíló szobába. A ház minden lépésnél tágasabbnak és némábbnak tetszett. Elértünk egy údon, tömör ajtóhoz, mely mintha egy templomból került volna ide. Noris halkan kinyitottas benézett. Aztán félreállt, elmentem mellette, s átkeltem egy fél kilométernyi szőnyegen egy magas, mennyezetes ágyhoz, épp olyanhoz, mint amilyenen nyolcadik Henrik elhagyta ezt az árnyékvilágot. Sternvút tábornok az ágyában ült, hátát párnákkal támasztották fel. Vértelen kezeit összekulcsolta a takaró szegélyén. A két kéz szürkének tetszett a fehér húzaton. Fekete szeme most is készen állt a harcra, s egyébként változatlanul olyan volt az arca, mint a halotta Foglaljon helyet, emer marlove. Vontatott, s némileg hivatalos hangon mondta ezt. Odahúztam az ágyhoz egy széket és leültem. Valamennyi ablakot gondosan bezártak. Semmi napfény nem hatolt be a szobába ebben az órában. Azt a keveset, ami visszaverődhetett volna az égről, ponyvatetők takarták el. A szoba levegőjét átlengte az öregkor enyhén édeskés szaga. Egy hosszú percig némán nézett. Majd megmozdította a kezét, mintha csak saját magának akarná bebizonyítani, hogy még képes-e mozdulatra, majd ismét ráfektette a másikra. Élettelenül mondta. Nem kértem önt arra, Emer, Marlove, hogy felkutassa a vőmet. Mégis azt akarta, hogy megtegyem ezt. Nem kértem rá. Ön messze menő következtetéseket kockáztat meg. Rendszerint közölni szoktam, ha akarok valamit. Hallgattam. Ön megkapta a munkabérét, folytatta hidegen. A pénznek nincs jelentősége semmilyen szempontból. Mindössze úgy látom, hogy ön, bár kétségtelenül a szándékai ellenére, visszaélt a bizalmammal. Ezután lehunta a szemét. Csak ezért kívánt látni. Ismét felnyitotta a szemét, igen lassan, mintha ólomból volna a szemhéja. Biztosan nem haragszik-e megjegyzésem miatt, mondta. Megráztam a fejemet. Önnek, tábornok úr, van egy előnye velem szemben. S ettől az előnytől semmiképp sem akarnám megfosztani. Nem is nagy dolog, azt tekintve, hogy mit kell önnek elszenvednie. Mondhat nekem bármit, soha nem fog eszembe jutni, hogy megharagudjam önre. Szeretném felajánlani, hogy visszafizetem a pénzét. Önnek ez esetleg nem jelent semmit? Nekem jelenthet valamit. Mit jelentene önnek? Annyit, hogy nem fogadtam el fizettséget egy olyan feladatért, amelyet nem oldottam meg kielégítően. Semmi többet. Gyakori eset, hogy nem oldja meg kielégítően a feladatait. Előfordul. Van ez így mással is. Miért kereste fel Gregori századost? Hátradőltem a székben, s egyik karomat lelógattam a támlája mögött. A tábornok arcát tanulmányoztam. Nem árult el semmit. Nem tudtam a kérdésére választ, legalábbis kielégítő választ adni. Bizonyosra vettem, válaszoltam, hogy azokat a Geiger féle kötelezvényeket ön inkább próbatételnek mutatta meg nekem, s hogy egy kisé tartott attól, hogy régön valamiképpen belekeveredett az ön megzsarolására irányuló kísérletbe. Akkoriban semmit nem tudtam Reganról. Csak amikor Gregory századossal beszéltem, akkor vált világossá előttem, hogy régön valószínűleg nem az a fajta, aki ezt megtenné. Ezzel még nem válaszolt a kérdésemre. Bólintottam. Nem. Ezzel még nem válaszoltam az ön kérdésére. Azt hiszem, ott a baj, hogy egyszerűen nem szívesen látom be, hogy egy sejtés alapján kezdtem dolgozni. Aznap reggel, amikor itt jártam, miután magára hagytam önt az orchideaházban, házban, MRS régön értem küldött. Nyilvánvalóan azt hitte, hogy ön megbízott engem az ő férje felkutatásával, s nem tetszett neki a dolog ugyanakkor elszólta magát, hogy régön kocsiját megtalálták egy bizonyos garázsban. Ez a megtalálták csak a rendőrségre vonatkozhatott. Következésképpen a rendőrségnek tudnia kellett a dologról valamit. Tudtam, hogy ha így van, csak az eltűnt személyek osztályára tartozhat az ügy. Azt természetesen nem tudtam, hogy önfordult-e hozzájuk vagy valaki más, vagy egyszerűen valaki bejelentést tett a garázsban gazdátlanul álló autóról. Én viszont ismerem a zsarukat, s tudtam, hogy ha ennyi adat birtokába jutottak, akkor többet is meg fognak tudni, különösen, miután úgy adódott, hogy az ön sofőrjének volt már Priusza. Nem tudtam, hogy mennyit tudnak még. Így gondoltam először az eltűnt személyek osztályára. Hogy megbizonyosodtam, azt Emer, véldenak köszönhetem, aznap éjszaka történt, amikor megbeszélést tartottunk a lakásán Geigerről és a kapcsolt ügyekről. Egyedül maradtunk egy percre, és ő megkérdezte, vajon ön említette -e nekem, hogy keresi Regant. Azt válaszoltam, hogy ön annyit mondott, szeretné tudni róla, hogy hol van, és hogy ép és egészséges. Wild beszívta az ajkát, és furcsán nézett rám. Ebből épp oly világossá vált, mintha csak kimondta volna, hogy az alatt, hogy keresi Regant, azt értette, hogy ön a törvénygépezetét használja föl a keresésére. Így is igyekeztem úgy állni Gregori százados elé, hogy ne mondjak neki semmi olyat, amit nem tud Március. És hagyta, hogy Gregori százados azt higgye, hogy én azért alkalmaztam önt, hogy rosdást megtalálja. Igen. Azt hiszem, így tettem, amikor már megbizonyosodtam a felől, hogy ő kapta meg az ügyet. A tábornok lehunta a szemét. Kisé megrezzent a szemhéja. Csukott szemmel kérdezte és ön ezt erkölcsös eljárásnak tekinti. Igen, válaszoltam. Annak. Ismét kinyílt a szeme. Megdöbbentő volt tekintetének átható feketesége, amint váratlanul felmerült abból a halott arcból. Lehet, hogy nem értem egészen, mondta. Talán nem. Az eltűnt személyek osztályának vezetője nem szószátyár ember. Ha az volna, nem dolgozhatna ezen a helyen a szóban forgó ember igen dörzsölt, Ravasz fickó, aki kezdetben elsöprő eredménnyel azt a benyomást igyekszik kelteni, hogy ő a olyan középkorú aktakukac, aki torkig van már a munkájával. Az én játszmám nem olyan, mint a marokkó. Mindig jelentős szerepe van benne a blöfnek. Bármit mondok is egy zsarunak, ezt számításba veszi és levonja belőle. És ennél a zsarunál édes mindegy volt, hogy én mit mondok ki, és mit nem. Ha ön megbízza valamivel az embert az én szakmámban, az nem ugyanaz, mint amikor felvesz egy ablakmosót, és megmutatja neki a nyolc ablakot, mossa le ezeket, és akkor készen van. Ön nem tudhatja, hogy mi mindenbe kell belemásznom, és mi kell kilábalnom, ha teljesíteni bízását. A saját módszeremmel dolgozom. Megteszem, ami tőlem telik, hogy megóvjam Önt mindentől. Előfordulhat, hogy áthágok egy-két szabályt, de az Ön érdekében hágom át ezeket is. Első az ügyfél, ha csak nem valami piszkos dologra akar felhasználni. De még akkor is csak annyit teszek, hogy visszaadom a kezébe az ügyet, és tartom a számat. Végül is azt nem mondta Ön, hogy ne menjek Gregori századoshoz. Ezt elég bajosan mondhattam volna, mosolyodott el halványan. Nos, miben cselekedtem helytelenül? Az ön Norrisa láthatóan úgy vélte, hogy amikor Geigert kiküszöbölték, az ügy lezárult. Én nem így láttam a dolgot. Nem tudtam megérteni Geiger eljárását, s még most sem értem. Nem vagyok Sherlock Holmes vagy Pilovensz. Nem számítok rá, hogy találok majd egy törött tolhegyet a rendőrség által már átkutatott terepen, és ennek alapján rekonstruálom a történteket aki azt hiszi, hogy egy ember is van a detektív szakmában, aki ezzel a módszerrel megél, az keveset tud a zsarukról. Nem ilyesmiket szoktak elnézni, ha már egyáltalán elnéznek valamit. S nem állítanám, hogy gyakori eset, hogy bármit is elnéznének, amikor valójában biztosítva vannak a munkához a feltételeik. Ha mégis, az valami bizonytalanabb és ködösebb dolog lehet csak annál, hogy egy Geiger féle alak elküldi önnek a bizonyítékot az edóságáról, és arra kéri, hogy fizessen, mint egy úr, ép Geiger, ez a gyanús félvilági pasas, aki kényes helyzetben van, egy gangster védőszárnyai alatt dolgozik, és legalábbis némi negatív védelemre számíthat a rendőrség egyes munkatársaitól. Miért tette ezt? Mert rá akart jönni, hogy van-e önnek valami sebezhető pontja. Ha van, akkor ön fizet. Ha nincs, akkor nem vesz tudomást róla, és az ő következő lépésére vár. Ám önnek volt sebezhető pontja. Régön. Attól tartott, hogy a fiú csak azért maradt meg a házánál, és viselkedett rendesen, hogy kitapasztalja, hogyan vághat eret az ön Mondani akart valamit, de én közbevágtam. Még ekkor sem a pénz nyugtalanította. Még csak nem is a lányai, őket többé-kevésbé leírta Március. Arról van szó, hogy ön még mindig büszkébb, sem hogy eltűrje, hogy baleknak nézzék, meg arról, hogy valóban megszerette Regant. Csönd volt. A tábornok nyugodtan mondta. Fene sokat jár a szája, Marlove. Úgy értsem, hogy még mindig azon van, hogy megoldja a rejtét. Nem, Feladtam. Óva intettek. Úgy találták a fiúk, hogy túl gorombák a módszereim. Ezért gondoltam, hogy vissza kell adnom a pénzét, minthogy az én mércém szerint ez így nem bevégzett munka. Mosolygott. Semmit se adjon fel, mondta. További ezer dollárt fizetek, hogy megkeresse rozsdást. Nem kell neki visszatérnie. Még csak az sem szükséges, hogy tudjam, hol van. Egy férfinak megvan rá a joga, hogy a maga életét élje. Nem kárhoztatom azért, hogy ott a lányomat, s még azért sem, hogy olyan hirtelen távozott. Talán egy váratlan sugallat hatására cselekedett. Tudni akarom, hogy ép és egészséges, akárhol éljen is. Tudni akarom, tőle magától, és ha netán pénzre lenne szüksége, szeretnék gondoskodni arról is, hogy megkapja. Világos. Igen, tábornok úr, válaszoltam. Pihent egy keveset, ernyedtem feküdt az ágyán, lehúnyt szemhéja árnyékos, a szája vékony és vértelen. Elfáradt ember volt. Csak nem megtört. Ismét felnyitotta a szemét, és megpróbált vigyorogni rám. Azt hiszem, ma már csak szentimentális vénember vagyok, mondta. És nem katona. Megszerettem azt a fiút tiszta embernek éreztem. Nyilvánvaló, hogy kissé túlzottan is hiú vagyok az emberismeretemre. Találja meg őt nekem, Marlove. Csak találja meg. Meg fogom kísérelni, válaszoltam. Most legjobb lenne, ha pihenne. Kifáradhatott, lyukat beszéltem itt a hasába. Gyorsan felálltam, keresztül a tágas helyiségen, s kiléptem az ajtón. Még mielőtt az ajtót kinyithattam volna, ő már ismét behunta a szemét. Két keze ernyedtem feküdt a takarón. Jobban látszott rajta a halál, mint a legtöbb valódi halotton. Halkan betettem az ajtót, és végigmentem visszafelé az emeleti folyosón, aztán le a lépcsőn. XXXI Megjelent a komornyika kalapommal. Feltettem a kalapot, és megkérdeztem tőle maga hogy látja az állapotát? Nem olyan gyenge, mint amilyennek látszik, uram. Ha olyan gyenge volna, akkor már csak a temetés volna hátra. Mi volt ebben a régön fickóban, hogy ennyire utat talált a szívéhez? A komornyik rám nézett, egyenesen és mégis furcsán, kifejezéstelenül. A fiatalsága uram felelte. És a katonás tekintete. Ugyanúgy, mint a maga esetében és ha szabad megjegyeznem, uram, nem másként, mint az ön esetében. Köszönöm. Hogy mint vannak ma délelőtt a hölgyek? Udvariasan megvonta a vállát. Épp így képzeltem én is, mondtam, s ő kitárta előttem az ajtót. Megálltam odakint a lépcsőn, és lefelé néztem a füves teraszok, a nyírt fák és virágágyak során át, a kert aljában húzódó, magas fénykerítésig. Kerment láttam félúton, egy kőpadon ült, fejét a tenyerébe temetve, kétségbe esetnek látszott és magára hagyottnak. Teraszról teraszra lépdelve leereszkedtem a vörös téglalépcsőkön. Már egészen a közelébe értem, mire meghallott. Felugrott és megpördült maga körül, mint a macska. Ugyanazt a világos kék nadrágot viselte, amelyet első találkozásunk napján. Szőke haja ugyanolyan laza, homokszín hullámzásnak tetszett. Az arca fehér. Két orcáján egy-egy vörös volt ütött ki, ahogy meglátott. A szeme palakéken nézett. Unatkozik. Lassan, igen félénken elmosolyodott, azután gyorsan bólintott. Majd azt suttogta. Nem haragszik rám nagyon. Azt hittem, hogy maga haragszik én örám. Felemelte a hüvelykujját és kuncogott. Én nem. Attól a pillanattól kezdve, hogy egyet kuncogott, már nem tudtam kedvesnek találni. Körülnéztem. Mintegy tíz méternyire tőlünk céltábla lógott egy fán, s néhány hajítódárda állt ki belőle. Hevert három-négy darab a kőpadon is, ahol a lány ült. Magának és a nővérének gazdag emberlétükre nem sok szórakozásuk akad az életben szóltam rám nézett hosszú szempillája alól. Ez volt az a bizonyos pillantás, amelytől nekem egyszerre ki kellett volna nyúlnom. Szeret célba dobálni? Ühüm. Erről jut eszembe valami. Visszafordultam, s a ház felé pillantottam. Három lépéssel arrébb mentem úgy, hogy a fa eltakart a ház elől. Elővettem a zsebemből a lány apró, gyöngyházmarkolatú revolverét. Visszahoztam a mozsárágyúját. Kitisztítottam és megtöltöttem. Hallgasson az okosabbra, ne lőjön vele emberre, amíg nem tanul meg jobban célozni. Nem fog megfeledkezni erről. Még jobban elsápadt az arca, és vékony hüvelykújja lehullott. Rám nézett, majd a revolverre a kezemben. Valami elragadtatást tükröződött a szeméből. Nem fogom, mondta, és bólintott. Majd hirtelen, tanítson meg célba lőni. Hogy? Tanítson meg rá, hogyan kell célba lőni. Szeretném. Itt. A törvény tiltja. Közelebb lépett, kivette a kezemből a revolvert, s kezét a markolat köré fonta. Azután szinte titkolt mozdulattal gyorsan a nadrágja zsebébe csúsztatta és körülnézett. Tudok egy helyet, mondta titokzatosan lent a régi kutaknál. Lefelé mutatott a völgy irányába. Megtanít. Belenéztem a palakék szempárba. Ezért a pénzért akár két sörös kupakkal is próbálkozhattam volna szemezni. Jól van. Adja vissza a revolvert, amíg meglátom azt a helyet. Elmosolyodott, vágott egy fintort, aztán visszaadta, rejtélyes, csintalan tekintettel, mintha csak a hálószoba kulcsát adná a kezembe. Felmentünk a lépcsőn, s előre sétáltunk a kocsimhoz. A kertek magányosak voltak. A napsütés olyan üres, mint egy főpincér mosolya. Beszálltunk az autóba, és legurultam az ázott kocsi felhajtón, majd kifordultam a kapun. Vivian hol van? Kérdeztem még alszik kuncogott ő, tovább mentünk lefelé, végig a csöndes, gazdagságot tükröző utcákon, amelyeknek aszfaltját lemosta az eső, keletnek fordultam, Labréjő irányába, azután délnek. Tíz perc alatt elértük azt a bizonyos helyet. Ott bent kihajolt az ablakon, úgy mutatta szűk, feltöltött út vezetett befelé, nem sokkal szélesebb, mint egy keréknyom, olyasféle, mint a hegy lábánál meghúzódó tanyákra vezető földutak. A széles, ötrudas kaput egy farönkel támasztották ki, úgy festett, mintha már évek óta nem csukta volna be senki. Magas eukaliptuszfák álltak az út szélén, s felületét mély keréknyomok szántották. Teherautók használták valaha. Most üres volt és napsütötte, de még nem poros. Nagyon bőven hullott az eső nemrégen. Követtem a keréknyomokat, s közben olyan furcsa váratlansággal hátrahagytuk a városi forgalom zaját, mintha nem is a városban volna ez a hely, hanem messze, messze, egy déli báb -e tájon. Aztán elágazáshoz értünk, mely fölött egy zömökfa fúrótorony olajfoltos, mozdulatlan billenő karja emelkedett. Láttam a régi rozsdás acélkábelt, mely fél tucat másikkal kötötte össze ezt a billenőkart. A karok mozdulatlanul álltak, legalább egy éve nem mozdultak. Ezek a kutak nem dolgoztak többé. A rép halom rozsdás cső állt, egy fél oldalán behorpat rakodó rámpa, s oldalt fél tucat üres olajos hordó hevert az árokban. Egy öreg akna fenekén szivárványosan csillant meg a napfényben a poshat, olajtajtékos víz ezt az egészet parkosítani fogják. Kérdeztem én. Leszekte az állát, és rám csillogtatta a szemét. Ideje lenne március. Annak az aknának a bűzétől minden kóbor kutya felfordulna. Erre a helyre gondolt. Aha. Tetszik. Gyönyörű. Beálltam a kocsival a rámpa mellé. Kiszálltunk. Füleltem. A forgalomzaja nem volt több, mint egy mékas zümmögése a távolból. Elhagyatott volt a hely akár egy temetőkert. A magas eukaliptuszfákat az eső dacára is, mintha porréteg lepte volna. Ezek mindig olyanok, mintha por takarná őket. Egy ág, melyet letört a szél, az olajakna szélére esett, és sima, bőrszerű levelei belelógtak a vízbe. Megkerültem az aknát, és benéztem a szivattyúházba. Volt benne néhány kacat, de semmi olyasmi, ami frissebb keletű tevékenységre vallott volna. A külső falhoz nagy fafogas kerék támaszkodott. Jó helynek látszott csak ugyan, ez kétségtelen. Visszamentem a kocsihoz. A lány ott állt mellette, a hajában gyönyörködött, simogatta, s kitárta a nap felé. Add de, mondta, és felém nyújtotta a kezét. Elővettem a revolvert, és a tenyerébe tettem. Lehajoltam, felemeltem a földről egy rozsdás konzervdobozt. Csak szép nyugodtan mondtam. Megvan töltve, mind az öt golyó benne van. Én most oda megyek, és beállítom ezt a konzervdobozt a négyszögletes nyílásba, annak a nagy fakeréknek a közepén. Látja? Oda mutattam. Élvezettel bólintott ez körülbelül tíz méteres távolság. Addig ne lőjön, amíg vissza nem érek ide. Oké, okay, kuncogott Kármen. Ismét megkerültem az aknát, s felállítottam a konzervdobozt a fogaskerék közepén. Jó célpontot adott. Ha a dobozt elhibázza, amiben biztos voltam, akkor a kerékbe talál. Egy kis golyót az tökéletesen megállít. Bár, gondoltam, még a kereket is el fogja hibázni. Az aknát megkerülve visszaindultam a lány felé. Amikor elértem az akna széléhez, s mintegy három méternyire voltam őtőle, kivillantotta mind a 32 apró, hegyes fogát, fölemelte a pisztolyt, és elkezdett sziszegni. Megálltam, az akna vize áporodottan bűzlött a hátam mögött. Ott maradj, te mocskos strici szólt Kármen. A revolvercsöve a melkasomra szegeződött. Egészen biztos volt a keze. A sziszegő hang erősödött, s arcára most ismét kiült az a lerágott csontszerű kifejezés. Most öreg volt, romlott, állatias, s még csak nem is szép állat lett volna belőle. Ránevettem. Feléje indultam. Láttam, amint apró mutatóúja megfeszül a ravaszon, s elfehéredik az új hegye körülbelül két méternyire voltam tőle, amikor először tüzelt. Éles hangot adott a revolver, testetlen, gyönge kattanás volt a napfényben. Füstöt nem láttam. Megálltam újra, és rávigyorodtam Carmenra. Még kétszer lőtt villámgyors egymás utánban. Nem hiszem, hogy bármelyik lövést is elhibázta volna. Az apró revolver ötlövetű volt. Négyet már kilőtt belőle. Nem hagytam megpihenni. Nem akartam az arcomba kapni az utolsót, így oldalt kitérve lehajoltam. Igen gondosan, tökéletes nyugalommal eresztette belém. Enyhén érezni véltem a lőpor forró szelét. Kiegyenesedtem. Lám, lám, milyen stram kislány valaki, mondtam. Keze vadul reszketni kezdett az üres fegyverrel. Majd kiesett a kezéből a fegyver. Megreszketett a szája. Az egész arca széthullott darabokra. Azután a feje felcsavarodott a bal füle irányában, és az ajkát kiverte a hab. A lélegzete szűkölő jajgatásba csapott át. Megtántorodott. Még estében elkaptam. Akkor már nem volt eszméleténél. Két kézzel szétfeszítettem a fogait, és a szájába gyömöszöltem egy puha zsebkendőt. Minden erőmet össze kellett szednem ehhez a művelethez. Felemeltem, beraktam a kocsiba, azután visszamentem a revolverért, és a zsebembe sűlyeztettem. Bemáztam a kormánykerék mögé, hátráltam, megfordultam a kocsival, és visszahajtottam a keréknyomoktól barázdált úton, amelyen jöttünk, kifordultam a kapun, aztán felhajtottam a dombon, és így haza. Kármen magába omolva, mozdulatlanul feküdt a kocsi sarkában. Félúton voltam már a házuk kocsi feljáróján, mire megmozdult. Akkor hirtelen felnyílt a szeme szélesen és vadul. Felült. Mi történt? Zihálta. Semmi. Miért? De igen, történt, kuncogott Kármen. Bepisiltem. Olykor megesik, mondtam én rám nézett hirtelen, ravaszul töprengő arc kifejezéssel, majd nyögdécselni kezdett. Xxxi. A kedves szemű, lóarcú szobalány bevezetett a hosszú, szürke-fehér emeleti szalomba, ahol pazarlóan omlottak a padlóra az elefántson című függönyök, s az egyik ajtótól a másikig ígért a fehér szőnyeg. Egy mozisztár budoárja volt ez, a báj és a csábítás szintere, épp oly mesterséges, mint egy faragott műláb. Pillanatnyilag üres volt. Az ajtó a kórházajtók természetellenes csöndességével csukódott be mögöttem. A dívány mellett kerekes reggeliző azt talált. Csillogott rajta az étkészlet ezüstje. A kávés csészébe cigarettahamuit szórtak. Leültem és vártam. Lassan múlt az idő, amíg ismét kinyílt az ajtó és belépett rajta Vivian. Fehér prémmel szegett osztriga fehér pizsamában volt, melynek szabása olyan omlatag volt, mint a nyári tengertajtékja valamely parányi és exkluzív sziget partja mentén. Elvonult mellettem hosszú, puha léptekkel, s leült a divány szélére. Az ajkai között cigaretta lógott, egészen a szája sarkában. Körme a mai napon részvörös volt az elevenyétől a hegyéig, a fehér félholdak ezúttal elmaradtak végül mégis csak érzéketlen vadállat, mondta nyugodtan, s közben a szemembe nézett. Szabályszerű, hidegvérű vadállat. Megölt az éjszaka egy embert. Sose firtassa, hogy kitől hallottam. Hallottam. Most meg ide kellett jönnie, halára rémíteni a kis húgomat, hogy rohamot kapjon szegény. Nem szóltam semmit. Kezdett mozgolódni. Átment egy fotelhez, s fejét a falon levő, fehér párnára támasztotta a szék támlája fölött. Gyér, szürke füstöt fújt fölfelé, s nézte, amint lebegve emelkedik a mennyezetig, majd kafatokra szakad, melyek még kis ideig kiválnak a levegőből, azután egybeolvadnak vele, és semmivé foszlanak. Azután igen lassan lebocsátotta a tekintetét, és rideg, kemény pillantást vetett rám. Nem tudom magát megérteni, mondta. Pokolian, hálás vagyok, hogy kettőnk közül egy valaki megőrizte tegnap előtt éjszaka a hidegvérét. Elég sötét dolog, hogy egy szeszcsempész van a múltamban. Mondja az Isten szerelmére, miért nem szól már valamit. Hogy van a húga? Ó, azt hiszem, már egészen jól. Alszik mélyen. Mindig elalszik olyankor. Mit tett vele? Semmit a világon. Miután az édesapjával beszéltem, kiléptem a házból, és ő ott volt a kertben. Dárdákat haigált egy fára akasztott céltáblára. Lementem, beszélni akartam vele, mert nálam volt valami, ami az övé. Egy apró revolver Owen taylor kapta valamikor. Akkor este, amikor Brodit lelőtték, magával vitte a férfi lakására. El kellett ott vennem tőle. Nem szóltam róla, így maga talán nem is tudta. A fekete Sternwood szempár tágra kerekedve, üresen nézett. Most rajta volt a hallgatás sora. Boldog volt, hogy visszakapja a kis revolverét, és azt kívánta, hogy tanítsam meg célba lőni, s meg akarta mutatni odalent a völgyben a régi olajkutat, melyekből a családi vagyon részben származik. Így hát lementünk, meglehetősen hajmeresztő hely, csuparos dásfém, régi fa, elcsendesedett fúrótornyok és olajtajtékos aknák. Lehet, hogy ez izgatta fel. Feltételezem, hogy járt már ott maga is. Különös egy hely. Igen, különös. Gyönge, elfúló hangon mondta ezt. Így hát lementünk, én felállítottam egy fogaskerék közepébe egy konzervdobozt, hogy arra durogtasson ő pedig becsavarodott. Ahogy láttam, enyhébb epileptikus rohamot kapott. Igen. Ugyanaz az elfúló hang. Időnként kitör rajta. Csak ezért akart velem beszélni. Gondolom, most sem úhajtja megmondani, mivel tartja magát a kezében Eddie Mars. Semmivel az égvilágon. S kezdem már meglehetősen unni ezt a kérdést felelte hűvösen ismer egy kanino nevű férfit. Töprengve vonta összevékony, fekete szemöldökét. Valami rémlik. Mintha ismerős volna a név. Ő szokta megnyomni a ravaszt Eddie Mars nevében. Úgy mondták, kemény fickó. Azt hiszem, csak ugyanaz volt. Ha egy hölgytől nem kapok némi segítséget, én volnék ott, ahol ő van most, a hullaházban. Úgy látszik, hogy a hölgyek hirtelen abba hagyta, és elfehéredett. Képtelen vagyok erről viccelődni, mondta egyszerűen. Nincs szándékomban viccelődni, és ha a látszat az, hogy mindig ugyanoda térek vissza a mondani valomban, az csak látszat. Az egész dolog szerves egészet alkot minden apró részletével. Geiger a maga pikáns kis ötleteivel, Brody a fényképeivel, Eddie a Marsa barlangjával, Kanino meg az a nő, akit nem szöktetett meg Rosdás régön. Mindez szerves egészet képez. Félek, hogy még mindig nem is sejtem, miről beszél. Az a gyanúm, hogy mégis tudja. Nos, nagyjából arról van szó, Geiger a karma közé kaparintotta a húgát, ami nem valami nehéz feladat, szerzett tőle néhány kötelezvényt, és megpróbálta megzsarolni velük az apját amúgy mentén. Eddie Mars állt Geiger mögött, védte őt, és kikapartatta vele a forró gesztenyét a maga számára. A maga apja nem fizetett, hanem értem küldött, s ez azt mutatta, hogy nem tart semmitől. Eddie Mars csak ezt akarta tudni. Ő a kezében tartotta magát valamivel, és tudni akarta, vajon a tábornokra is vonatkozik-e a hatalma. Ha úgy van, akkor nagy pénzhez juthat igen gyorsan. Ha nem, várnia kell, amíg maga kézhez kapja a részét a családi vagyomból, és közben megelégedni azzal, ami fölös készpénzt ki tud szedni magából a rulettasztal mellett. Geigert megölte Owen Taylor, aki szerelmes volt a maga ostoba kis húgába, s nem tetszettek neki azok a kisdett disznóságok, amiket Geiger a lányjal művelt. Eddie -e számára ez közömbös volt. Ő nagyobb tétre játszott, mint amiről egyáltalán sejtelme lehetett Geigernek vagy Brodinak vagy bárkinek, kivéve magát, Eddie meg egy kanino nevezetű, nehéz vagányt a maga férjének nyoma veszett, és Eddie, tudva, hogy közismert dolog, milyen feszült volt a viszony régön és ő közötte, elrejtette a feleségét odakint, realitóban, kaninót bízva meg az őrzésével, azt a látszatot akarta kelteni, mintha az asszony megszökött volna Regannal. Még arra is gondja volt, hogy régön kocsiját megtalálják annak a háznak a garázsában, ahol Mona Mars lakott. Mindez elég ostobaságnak tűnik, amennyiben az az egyetlen célja, hogy Eddi eről elhárítsa a gyanút, hogy meggyilkolta vagy meggyilkoltatta a maga férjét. Pedig nem is olyan ostobaság. Volt Eddienek még egy oka az egészre. Milliós tétre játszott. Ő tudta, hogy régön hova tűnt el és miért, s nem akarta, hogy erre a rendőrség is rájöjjön. Kielégítő magyarázatot akart szolgáltatni nekik régön eltűnésére. Untatom. Elegem van magából, mondta halálosan kimerült hangon. Istenem, hogy mennyire elegem van magából. Elnézését kérem. Nem szórakozásból teszem, mert szeretek okoskodni. Az édesapja ezer dollárt ajánlott fel nekem ma reggel, hogy regant megtaláljam. Az én számomra ez rengeteg pénz, mégsem tudom megtalálni őt. Hirtelen elnyílt a szája. Egyszerre kapkodó és reszelős lett a lélegzése. Adjon egy cigarettát, mondta reketten. Miért nem tudja? Elől a nyakán lüktetni kezdett az ütőér. Adtam egy cigarettát, gyufát gyújtottam, és tüzet adtam neki. Teleszívta füstel a tüdejét, szaggatottan kilehelte a füstöt, azután mintha megfeledkezett volna az ujjai között lógó cigarettáról. Többé nem szívott bele. Nos, az eltűnt személyek osztályának nem sikerült megtalálni őt feleltem. Nem kis feladat. S ha ők nem képesek rá, nem valószínű, hogy én meg tudnék birkózni vele. Ó, leheletni megkönnyebbülés érződött a hangjából. Ez az egyik oké. Az osztály emberei úgy gondolják, hogy régön szándékosan tűnt el, lehúzta a redőnyt, ahogy ők nevezik az ilyesmit nem hiszik, hogy Eddie Mars tette el láb alól. Ki mondta, hogy valaki eltette láb alól? Oda is eljutunk, feleltem. Egy rövid másodpercre úgy tetszett, hogy darabokra hullik az arca, egymás mellett létező vonásokra, forma és tartás nélkül. A szája, mintha sikoltásra nyílt volna. De csak egy másodpercig tartott az egész valami mást is kapott a Sternwood vérből, mint a fekete szemét és a vadságát. Felálltam, kivettem az ujjai közül a füstölgő cigarettát, és elnyomtam egy hamutartóban. Aztán elővettem a zsebemből Kármen apró revolverét, és gondol, túlzott gondal letettem az asszony fehér szatén pizsamás ott kiegyensúlyoztam a fegyvert, azután hátraléptem, félre billentett fejjel, mint egy kirakatrendező, aki azt szemléli, milyen hatást kelt egy újabb redő a próba köré kerített sálon. Visszaültem. Véviön nem mozdult. Tekintetem milliméterről milliméterre kúszott lefelé, egészen a revolverig. Ártalmatlan szóltam. Az egész tár üres. Kermen mind az öt töltényt kilőtte. Rám lőtte mind az ötöt. Nyakán hevesen megdobbant az ütőér. Szólni akart, s nem jött ki hang a száján. Nyelt egyet. Vagy másfél méterről mondtam. Stram kis teremtés, nem de. Kár, hogy én baktöltényjel töltöttem meg a revolvert. Undokul vigyorogtam. Volt valami halvány elképzelésem arról, hogy mit fog tenni velem, mihelyt alkalma nyílik rá. A hangja nagyon távolból tért vissza a szobába. Iszonyatos ember, mondta. Iszonyatos? Persze. Maga a nővére. Mit szándékozik tenni vele? Nem tudja bizonyítani egy szavát sem. Bizonyítani mi csodát? Hogy magára lőtt. Azt mondja, egyedül volt vele odalent a kutaknál. Nem tudja bizonyítani egy szavát sem. Ja, ez feleltem. Eszembe sem jutott, hogy ezt megkíséreljem. Arra a másik alkalomra gondoltam, amikor nem vaktöltények voltak a kis revolverben. Sötét tó volt a két szeme, s üresebb, mint a sötétség maga. Arra a napra gondoltam, amikor régön eltűnt, folytattam. Késő délután, amikor elvitte Kárment azokhoz a régi olajkutakhoz, hogy célba lőni tanítsa, felállított valahol egy konzervdobozt, megmondta neki, hogy arra durogtasson, ő maga pedig Kármen mellett állt addig. És Kármen nem a konzervdobozra lőtt. Megfordította a fegyvert, és lelőtte Regant ugyanúgy, ahogy ma megpróbált lelőni engem, ugyanúgy és ugyanazért. Megmoczant egy parányit, a revolver lecsúszott a térdéről, és leesett a padlóra. Kevésszer hallottam hangosabban dübörgő zajt életemben. Tekintete az arcomra szegeződött. Feszülten, elfúló hangon suttogta. Kármen! Irgalmas Isten, Kármen! Miért tette? Valóban szükség van rá, hogy elmondjam magának, miért lőtt rám. Igen. Ekkor is iszonyatos volt a tekintete. Attól, attól tartok, hogy szükség van rá. Tegnap előtt éjszaka, amikor hazaértem, Kárment a lakásomban találtam. Félrevezette a házgondnokát, s az beengedte őt, hogy megvárja, amíg hazaérek. Az ágyamban feküdt, mesztelenül. Kihajítottam a fülénél fogva. Az a gyanúm régön ugyanezt tehette vele egyszer. Csak hogy kicsi Kármen nem az a lány, akivel így lehet bánni. Beszívta az ajkát, és bágyat kísérletet rá, hogy összezárja. Ekkor egy kurta pillanatig úgy festett, mint egy megriadt gyerek. Az arcsontja élesen kirajzolódott, a keze fölemelkedett lassan, mint egy műkéz, amelyet drótok mozgatnak, s újai lassan, mereven a galléria fehér prémiére fonódtak, s szorosan összehúzták a prémet a torka körül. Aztán csak ült, és üres tekintettel bámult maga elé. Pénz szólalt meg rekedtem. Nyilván pénzt akar. Mennyi pénzt? Azon igyekeztem, hogy ne vágjak gúnyos arcot. 15 ezer dollárt. Bólintottam. Ennyi körülbelül megtenné. Ez megfelelne a kialakult tiszteledíjnak. Ennyi volt Régön zsebében, amikor Kármell előtte. Ez ugyanannyi lenne, mint amennyit Emer Kanino kapott, hogy a holtestet eltüntesse, amikor maga segítségért szaladt Eddie Marshoz. Ám mindez bagatel összeg ahhoz képest, amit Eddie kíván bezsebelni magától egy szép napon, nem de. Piszkos strici. Üvüm. Én rettentően dörzsölt vagány vagyok. Nincs bennem semmi érzés, semmi gátlás. Más sem érdekel, csak a pénz és olyan pénzéhes vagyok, hogy a béremért, ami kitesz napi 25 rupót meg a költségeket, főleg benzint és viskájt, töröm a fejemet, amennyire szükséges, kockára teszem az egész jövőmet, kihívom magam ellen a zsaruknak és Eddie Marsnak meg a haverjainak gyűlöletét, pisztolygolyók elől ugrálok félre, és békát eszem az árokban, majd búcsúzóul annyit mondok, hogy nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy ha bármi gondja akad ezután is eszébe fogok jutni, én mindenképpen itt hagynék egy. Névjegyet, ha valami felmerülne. Teszem mindezt napi 25 rupóért s egy kicsit talán azért, hogy megóvjam, ami kevés hite maradt még egy megtört, beteg öregembernek a vérében, abban, hogy a két kislánya az ő vérével nem mérget örökölt, és hogyha csöppet vadak is, mint manapság oly sok rendes kislány, azért nem perverzek és nem gyilkosok. Mindez engem piszkos stricivé tesz. Jól van. Fütyülök rá. Mondtak már annak engem mindenféle rendő és rangú emberek, köztük a maga húgocskája is. Ennél rosszabbnak is nevezett, amiért nem voltam hajlandó lefeküdni bele. 500 dollárt kaptam az apjától, nem kértem, de ő megengedheti magának, hogy kifizesse. Még ezret kaphatok azért, hogy megtalálom emer, regant, ha tudom. Maga most 15 darab ezrest kínál nekem. Ez már igazi nagymenővé menővé avat. 15 darab ezresért saját otthonom lehetne, új kocsit és négy öltönyruhát vehetnék. Még nyaralni is elutazhatnék, s nem kellene arra gondolnom, hogy esetleg kihagyok emiatt egy megbízást. Nagyszerű! Miért kapnám ezt a pénzt? Megmaradhatok továbbra is piszkos tricinek, vagy most már úriemberré kell válnom, olyanná, mint az a hullarészek pofa, akit a minap a kocsiában láttunk. Néma volt, mint a kőszobor. Rendben van, folytattam komoran. El fogja vinni innen kárment. Tud egy helyet valahol messze innen, ahol el tudnak bánni az ő fajtájával, ahol távol tartják a revolverektől, a késektől és méregdrága italoktól. A fenébe, hiszen még ki is gyógyulhat belőle, tudja jól volt már ilyen csoda. Felállt, és lassan odament az ablakhoz. A függöny súlyos, elefántcsonci redőkben hullott a lába elé. Ált a redők között, és kinézett a sötétedő, csöndes előhegyekre. Mozdulatlanul állt, szinte beleolvadt a függöny Két keze ernyetten lógott a teste mellett. Csak lógott, teljességgel mozdulatlanul. Megfordult, visszatért, keresztül vágott a szobán, s elment mellettem. Mikor mögémért, akkor szólalt meg hirtelen lélegzettel. Az olajaknában van, mondta. Oszlásnak indult szörnyűség. Azt tettem, hajszára azt, amit mondott. Elmentem Eddie Marshoz. Kármen hazajött, és elmondott mindent, mint egy gyerek. Nem beszámítható. Tudtam, hogy a rendőrségen mindent kiszednek belőle. Nem kell hozzá sok idő, és még ő fog elhencegni vele. És apa, ha megtudja, azonnal kihívja a rendőrséget, és elmondja az egészet. És valamikor, még azon az éjszakán, meg fog halni. Nem arról van szó, hogy meghal arról, amit előtte kell végig gondolnia. Rosdás nem volt rossz fiú. Én nem szerettem. Azt hiszem, egyenes ember volt. Épp, hogy számomra egyszerűen nem jelentett semmit, így vagy úgy, élve vagy holtan, amikor arról volt szó, hogy apa előtt titokban kell tartani. Így hát hagyta Kárment szabadon bomolni, szóltam, hogy újabb bajokat keressem magának. Az időért harcoltam. Csak az időért. És persze nem jól harcoltam. Arra számítottam, hogy talán még el is felejtheti. Hallottam már, hogy elfelejtenek mindent, ami ezekben a rohamokban történik velük. Talán már el is felejtette azóta. Tudtam, hogy Eddie marsarolni fog, szipolyozni az utolsó csepp véremig, de ez nem érdekelt. Szükségem volt segítségre, és ebben csak olyan fajta emberre számíthattam, mint ő. Néhányszor magam sem akartam elhinni az egészet. Máskor meg gyorsan le kellett innom magam, függetlenül attól, hogy reggel volt vagy este. Gyorsan, rettentő gyorsan. El fogja vinni innen, mondtam. Még hozzá gyorsan, rettentő gyorsan. Még mindig háttal állt felém. Halkan mondta. És mi lesz magával? Velem nem lesz semmi. Elmegyek. Adok magának három napot. Ha addigra eltűntek, oké. Okay. Ha nem, napvilágra kerül az egész. És ne higgye, hogy ez csak valami üres fenyegetés. Hirtelen megfordult. Nem tudom, mit mondjak magának. Nem tudom, hogy kezdjem el. Na igen. Vigye innen, és legyen gondja rá, hogy szemmel tartsák minden lépését. Megígéri. Megígérem. eddie ne törődjön Eddievel. Majd ellátogatok hozzá, ha valamelyest kipihentem magamat. Eddieté magamra vállalom. Meg fogja kísérelni, hogy megölje magát. Hogy ne feleltem. A legjobb embere már kudarcot vallott vele. Azt a kockázatot vállalom már, amit a többiek jelentenek. Noris tudja. Ő a sírik hallgatni fog. Sejtettem, hogy tud róla. Gyorsan elléptem tőle, keresztülvágtam a helyiségen, kiléptem az ajtón, majd a csempézet lépcsőkön lementem az előtérbe. Amikor a házból kiléptem, nem találkoztam senkivel. Ez egyszer magam kerestem elő a kalapomat is. Kint kísértetiesen ragyogott a kert, mintha apró, vagy szemek lesnének rám a bokrok mögül, s még a napfény is, mintha valami rejtélyt takargatna. Beszálltam a kocsimba, és elindultam lefelé ugyan mit tesz az, gondoltam, hogy hol fekszik az ember, ha egyszer meghalt. Egy szennyes akna mélyén vagy márványobeliszk alatt a hegytetőn. Halott már, örök álomra hajtotta a fejét, stúl van minden efélén. Olaj és víz, szél és levegő, mind egyre megy. Örök álmát alussza már, s nem bántja, hogy milyen mocskos módon halt meg, és hogy hová zuhant a teste. Magam is része voltam ennek a mocsoknak része voltam sokkal inkább, mint rozsdás régön. Az öreg úrnak azonban nem kellett bemocskolódnia. Ő békében fekhet mennyezetes ágyán, a takarón összekulcsolt, vértelen kezével, várakozva. A szívedobbanása kurta, tétova lüktetés. A gondolatai szürkék, akár a hamu. S kis idő múltán ő is, miként rozsdás régön, megtér az örök álom karjaiba. A város felé menet megálltam egy bár előtt, és megittam két duplaskót viskájt. Nem használt semmit. Arra volt csak jó, hogy ezüst tolra gondoljak, s őt nem láttam soha többé. Felolvasás és történet vége.